reggelt kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntök mindenkit a mindenkívüli testőrülésen. Képviselők közül jelenleg 8 fő, mert elmondtam, hogy a képviselő testület határa képes. Kérem a képviselőket, hogy egy kiutatnak irányhoz észrevételük. Ha nincs, akkor a kérdődik érte kiutatnak irányhoz, hogy a képviselőtartásra szavazzon. Elmondtam, hogy 8 igen szavazott a képviselő testület elfogadta a kiutatnak irányhoz. Első napirendi pont, az eredetáról évvel fennálló üzemeltetési szerződés felbontása. Ugye az elmúlt képviselő testületüléseken a képviselő testület úgy döntött, hogy az RKT beolvadásához hozzájárul, hogy az RKT beolvadjon a RKT-be, illetve az üzemeltetést a RKT-vel kötendő szerződésben látjuk el. Az elmúlt időszakban az RKT-vel az önkormányzat kötött egy üzemeltetési szerződést, melyet föl kell mondani. A RKT-nek van egy 98,5 millió forint tagítócsak tartozása. Ez ugye abból adódik, hogy az alakuláskor, illetve az első ütem építésekor az Airforex tagítócsak adott a gyermeknek, és ezt a tagítócsakról az Airforex kifizette a bérlődíj előleget, tehát a 15 évvel járó bérlődíj előleget. Jó reggelt! Az önkormányzatnak. Lényegében itt oda-vissza pénzmozgás, csak az áfa utalások vannak, tehát lényegében minden marad a régiben, tehát nem kap pénzt az ERREG, nincs hátrány az önkormányzatnak, ezt a pénzt, tehát követelő tartozást le kell. Tehát ezt úgy tudjuk lekönyvelni, hogy fölmondjuk az üzemeltetési szerződést. Az üzemeltetési szerződés fölmondása miatt visszafizetünk, ugye az anyag hozzá van csapolt, de tűnik elkészítette. Fizetünk vissza az erveknek, ugye megvásároljuk tőle az üzemeltetési szerződést, a védert, ezt azért, hogy ezt ne vigye be a dagokkal, hanem majd a későbbiekben a dagoknak bérbe adjuk ezt a két járművet, és ugyanígy fogják el, vagy elvizetni a szolgáltatást, tehát mind az útjavításokat, mind pedig a sikosságmentesítést. Én úgy gondolom, hogy az ügyvédben elég jól összeszedte az előterjesztést, úgyhogy én megkérdezem a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban van a kérdésük. Az elszámolásnak a szaldója az úgy nulla, hogy lényegében mi az áfát fizetjük be, vagy utaljuk az erveknek, az ervek az áfát azt utalja a NAV-nak, mivel ő lesz a szállakibocsájtó, mi meg a kifizetett áfát, hogy vissza igényeljük a NAV-tól. Miklós elvek között, hogy egy kívánok beegészíteni.
Köszönöm szépen! A felvérzők sem nem fogtok. Köszönöm. A kérdés a szívesen válaszol. Köszönöm. Képviselők közül van a zárszámadásával kapcsolatban. Ha nincs, kérdezem a képviselőket, hogy elfogadják-e az elvek beszámolóját, hogy igen, kérem készletartásra szavazzanak. 9 igen szavazott a képviselőtestület elfogadta az elvek beszámolóját. 3. pont, örmény kisebbségi őkormányzattal munkanyagosztása megállapodás elfogadása. Ez lényegében ugyanaz a célt szolgálja, mint az elmúlt képviselőtestület ülésen közöttünk a polgármesteri hivatal, az iskolával, az óvodával, a műfrázzal, ugye a törvényi változás miatt, hogy kell, hogy ezt megkötni. Kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Amikor nincs, kérdezem a képviselőtestületet, hogy elfogadja az ön kisebbségi önkormányzattal munkanyagosztási megállapodást, hogyha igen, kérem készletartásra szavazzanak. 9 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta határozat javaslatot, ezen a képviselőtestület ülést bezárom. Köszönöm mindenkinek a részvételét.